hogy lesz egy olyan új hitelkörnyezet, ahol sokkal nehezebb lesz forrásokhoz jutni a vállalkozásoknak. Ezért arra biztatok mindenkit, ha még olcsó forrás talál valahol a piacon, azzal éljen, hiszen ez a kamatkörnyezet változás csak drágítani fogja ezeket a lehetőségeket. Bár megjegyzem, a jó oldal nyilván ott lesz, hogy ha a megtakarítások emiatt megemelkednek, akkor a pénzintézeti szektornak olcsóbban lehet majd bizonyos szempontokból forrásokat a vállalkozói szektor felé transferálni energiárak, nyersanyagárakról beszéltem, ezek valószínűleg magas szinten maradnak még 2022-ben, tehát ez, ezt az évet mindenképpen meg fogja határozni, és a növekedési lehetőségek bizonyos területeken pedig beszűkülnek, vagy beszűkülhetnek, egyes régiókban jól látható, itt most világgazdasági régiókról van szó, hogy azért máshogy jövünk ki ebből az időszakból Magyarország, Lengyelország, és mondjuk másképp jön ki Szlovákia, vagy másképp jön ki néhány nyugat-európai ország, főleg mondjuk délnyugatra gondolok. Jól látható, hogy nagyon magas adósság szintjük lett, a kamatszolgálatuk jelentősen megnövekedett, több forrást igényel ennek a biztosítása, és hát az is látható, hogy azt a váltást, ami mondjuk bizonyos szektorokban történik, kapacitásbővítéssel együtt járva, az nem mindegyik ország tudta segíteni, vagy támogatni, vagy éppen ösztönözni. Úgyhogy itt egy átértékelődés van, kollégák Kínát írták föl, hát Kínai messze van tőlünk, és azért a kínai ingatlanpiac nem mindenkit érint, de az, ami Kínában történik, az valószínűleg érinteni fogja a világgazdaság egészét is. És hát nem menjünk messze a határoktól sem, az ukrán-orosz konfliktusnál soha nem lehet tudni, hogy mi történik. Persze mindenki azt mondja, hogy ekkora fegyveres erővel nem lehet komoly az orosz szándék, de hát Pont most olvastam itt tegnap egy jó írást arról, hogy 1914 nyarára készülődve sem gondolta senki, hogy világháború lesz, még akkor sem, amikor Gavrilo Princip megölte a trónörököst. Tehát nagyon pici szikra kell ahhoz, hogyha ilyen mértékű csapatösszevonások vannak a határ mindkét oldalán, akkor egy olyan konfliktusba sodródjon bele a régió, amelyikre senki nem számított korábban. És ez a piaci várakozásokat azért jelentősen befolyásolhatja. És a hazai kilátásokról is szóva végezetül, növekedésről már beszéltem, a tavalyi szép növekedés után idén is egy magas növekedést várunk. Javuló egyensúlyi mutatókkal számolunk, ugye láthatják, hogy tavalyi év végén a kormány már hozott erre vonatkozó döntéseket, ugye kiadási plafont vezettünk be a tárcák költésénél, és bizonyos beruházásokat későbbre halasztunk, azoknak az indítását megjegyzem ezek között azért néhány nagy Debrecent és érintő beruházás nincs közte, tehát itt Debrecenben nem kell agódni, mint ahogy Pakson se, vagy éppen a Budapest-Belgrád vasútvonalnál. Ezeket folytatni kell, de vannak olyan beruházások, amelyekből igenis ebben a helyzetben, nem főleg ebben az építőipari környezetből vissza lehet lépni. Abban is bízunk, hogy ebben az évben azért megállapodás fog születni a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, tehát a brüsszeli támogatások tekintetében nonsensznek és képtelenségnek tartom, ami most történik. Ugye gondolják el, hogy mind a 27 országnak egyhangulag hozzá kellett járulni ahhoz, hogy ezt a hitelt, amivel ez a pénz előáll, és amiből Magyarországnak 2700 milliárd forint jár, ezt föl tudjuk venni a piacokon. Magyarország a jóváhagyását ehhez megadta, fölvettük a hitelt, majd nem hajlandók ideadni a Magyarországnak jogosan járó pénzt, a gyermekvédelmi törvény elindítása miatt. Ezt én nonszensznek tartom, tehát a választások után ezt szerintem rendezni kell, és Brüsszel sem érdekelt abban, hogy ez a vita akár Lengyelországgal, akár Magyarországgal hosszú távul legyen. És végül, de nem utolsó sorban, az ellenálló képességünk javítására kell törekedni. A magyar gazdaság méreteit tekintve persze, a világgazdaságnak nem egy túlságosan nagy részét adja, bár hogyha az export számra visszautalok, azért mégis 34-ek vagyunk ezzel, ez már azért nem csak ész De vannak még olyan sérülékenységi pontok, amin javítani és változtatni kell. Például a kis- és középvállalkozások versenyképességét javítanunk kell, a hitelezési környezetre figyelni kell, az üzleti környezeten, az adórendszeren még mindig van mit változtatni. Igazgató úr itt egy nagyon szép beszámolót tartott de azért a navos kollégákkal dolgozunk azon, hogy a ESZ, tehát a személyi adó digitális bevallása után, vagy a jövedéki adónak a digitális bevallása után azért egyre több olyan terület legyen, ahol a vállalkozásoknak nem kell már saját maguknak, vagy könyvvizsgálón, könyvelőn keresztül adóbevallással foglalkozni, hanem ezt szeretnénk még én inkább kiváltani, és ezen a területen még van azért jócskán tennivalónk.